Nos, srácok, megint kimaradt vagy egy hét, ezek nem azok az időszakok, amikor túl sokat lehetne játszani, vagy legalábbis annyit, amennyit az ember szeretne. A játékon belül nem igazán találtam meg, hogy hol mutatja, úgy láttam, hogy a töltőképnél sem mutatja, hogy mennyi játék van eddig a, vagy mennyi játék óra van eddig a, az eddigi előrehaladásban. Viszont ugye a Switch a profilképnél mutatja, vagy a profil beállításoknál, hogy melyik játékkal mennyit játszottál. És ott megnéztem, ott 25 órát mutat. És úgy arra a felismerésre jutottam, hogy 25 óra játék alatt úgy Isten igazából kb. A menürendszert sem néztem meg normálisan. Ezt akkor vettem észre, amikor múltkor megnyitottam ezt a képernyőt, és ugye ott egyszer nagy okosan ott a bal sarokban a szívecskét sikerült értelmeznem, hogy az egy... ez a HP töltődésünket jelöli lényegében, hogy hol tart a négy darab. Viszont tehát van itt egy csomó dolog, tehát ugye például itt a varázspálca, amit használunk. De itt vannak még ilyen üres szoketek, amiket egyelőre rohadtul nem sikerült felfedeznem, hogy micsoda. Tehát ez úgy nagyjából ugye ahány hely van, az előirány az, hogy hány dolog fog itt megtörténni. Ugye itt gyűjtjük ezeket a kristályokat, ez egyértelmű, ez a fejlesztésre jó. Itt a kard, az I, és itt szintén lesz majd még valami. És ami érdekesebb, hogy ugye ez elvileg akkor, hát idézőjelben kimaxolva, tehát így négy üvegcsénk lehet maximum ezekbe a tündérkéket bepakolva, viszont ugye itt vannak ezek a pecsétgyűjtő albumok, amiből legalább kiderült, hogy mennyi van még hátra. Tehát itt lesz még egy, ha minden igaz, és azt hiszem ez van tele, és ez pedig még teljesen üres. És jellemzően, nem bocs, egy ott volt, jellemzően mindegyikben öt pecsét van. Tehát akkor így kizárásos alapon erre még kell 4, ha minden igaz, ide meg akkor valószínűleg 5, tehát akkor még 9 ilyet össze kell gyűjtenem. És ami még itt van, hogy ez így kb. Fogalma nincs, hogy micsoda. Itt van nekünk egy ilyen gombócunk, amire kb. Full nem emlékszem, hogy ez micsoda és mire való és ilyesmi. És őszinte leszek, nem szoktam semmit megnézni az ilyen játékokkal kapcsolatosan, mert én szeretem felfedezni a dolgokat. Viszont egyetlen egy dolog borzalmasan idegesített, amivel nem tudtam mit kezdeni, és nem tudtam tovább lépni, mégpedig ez, hogy egyszerre egyetlen egy ilyen cuccom lehet aktív, és egyetlen egy cuccot tudok felvenni. És ezen állandóan szentségeltem az elmúlt epizódokba. Ennek utána néztem a neten, hogy van-e bármi módszer, lehet-e ezeket egyesíteni, lehet-e valahogy upgrade-elni, hogy összerakni őket, és egy olyan érdekes infót találtam, tényleg nagyon minimálisat néztem meg belőle, hogy elvileg ebben is itt vannak ezek az óriás tündérek, ami a Breath of the Wild-ban voltak ezekben a virágokban, és elvileg, ha azokkal beszélünk, akkor, ha minden igaz, azt hiszem 4-ig vagy 5-ig felfejleszthető a szoket. Tehát, hogy lehet ebből több. És annyira minimálisan néztem meg, hogy még Isten igazából az se, hogy hol van, de úgy látszódott, vagy úgy tűnt nekem, hogy ahol a kastélyba bemegyünk, vagy legalábbis valami híd volt, talán ez valami híd volt, és a híd előtt jobbra valami emelvény, és mintha azon lett volna egy ember, akivel beszélni kellett. Úgyhogy megpróbálom ezt, ugye itt a kastély, és itt van egy híd, úgyhogy megpróbálok idejönni és ezt most megkeresni. Örülnék neki, ha esetleg egyébként ez adna esetleg egy ilyen questline-t, amivel végigmehetek ezeken a, hát ez nem itt lesz, végigmehetek ezeken a küldetéseken, de ha nem, akkor ezt viszont bármennyire is nem szeretném elspoilerezni magamnak a játékot, azt gondolom, hogy meg fogom nézni. Valamilyen híd előtt volt jobbra, na lehet, hogy mégis itt lesz. Egy ilyen, igen. Na ezt láttam egy videóban, és akkor kb. Itt meg is állítottam, mert ennyit kiírt, hogy ez az óriás tündérke, és hát ezeket nagyon szeretném megtalálni. Azt sem tudom pontosan mennyi, de ez nagyon-nagyon jó lenne. Mert ha többet nem is, legalább plusz egyet szeretnék megtalálni. Remélem legalább megmondja, hogy merre. Hát nem mondja meg, és még csak küldetés se ad. Úgyhogy még egyszer elolvasom figyelmesebben. Na igen, hát ennyit mond, hogy egy kicsi sziget van itt a tavon, és az gyanús neki, de ő nem tud úszni. Úgyhogy nekünk kell megnézni. Hát melyik tavon? Mert hogy egyébként én voltam ott bent. Nem tudom, erről beszél-e. Jó, megpróbálom megkeresni, de hát itt van elég sok kicsi sziget. És ez meg elvileg itt egy folyó, gondolom nem egy tó. Aha, mondjuk ezt az apró pici részt itt fel se fedeztem. Úgyhogy lehet, hogy oda kéne menni.
Jó, elindulok erre délfelé, ez itt egy tónak a sarkának tűnik. Aztán megnézzük. Fogalmam nincs, hogy miért nem jöttem még el erre. 25 óra játék alapján. Szóval egyébként abból a szempontból egyébként, hogy mondjam, pozitívan nyilatkoznék a játékról. Lehet, hogy ez is egy picit mind grafikájában, mind esetleg játékmechanikájában már nem annyira mai, nem annyira mainstream, de valószínűleg lesz benne azért játékóra. Itt is egy ilyen rift. Ja, ami egyébként történt, egy minimálisat játszotta még a legutóbbi felvételek után, és ami történt az az, hogy egy-két pici riftet felszámoltam. Azt hiszem itt is volt kb. A sarokban, meg még talán valahol itt, és ezeket a kicsi ilyen cafatkákat is érdemes felszámolni. Ez most egy hasonló lesz itt is, meg valószínűleg itt is. Tehát ezeknek egyébként van bejárata, itt is. És egy ilyen kicsi bejárat, oda bemegy az ember, ezek végtelenül egyszerűek, tehát egyébként ezt nem biztos, hogy fogom az összeset mutogatni, mert tök egyszerű. Ezeknél a piciknél általában három ilyen ezt a kis lila gombócot kell megtalálni, és kész. És nem is ad olyan túl sokat az erőnkre, tehát ezt mutatom, hogy most hogy áll, hol is van, valahol, mintha láttam volna. Fantasztikusan eligazodom a menüben. Igen, ott van bal alsó részen ez a level 7. A manócskának az ereje, tehát ahhoz egy picikét ad csak hozzá ezek a kicsi riftek, tehát igazából a nagy terület megoldó riftek, ami például ott lenne fönn megint, azok adnak hozzá sokat. Viszont szerintem tényleg azt fogom, hogy végig darálom a piciket, mert hát összességében sokat számít, tehát simán lehet, hogy még egy vagy akár két szintet is tudok lépni ezekkel a kicsikkel. Viszont most nagyon szeretnék, ja lehet, hogy egyébként nem fogok tudni addig bemenni, lehet, hogy itt a rift alatt lesz a... Jó, nézzük meg ezt a másikat, és hogyha mert itt mintha lett volna egy másik kis sziget is, de hogyha nem ez lesz, akkor hát nem ez lesz, de talán ez lesz. Akkor hát egyébként ettől függetlenül is azt a kis riftet meg fogom oldani. Meg hát egyébként rengeteg területet még át kéne nézni. Ez speciál, itt van egy ilyen pazi nagy szívecske jelölés, ez egy nem tudom micsoda. Meg itt is egy ilyen. Összességében elég sok mindent felfedeztem már, tehát ugye a legutolsó epizódokban azt hiszem talán ott hagytuk abba, hogy itt kóbászoltam itt a jeges területen, amit elvileg nem akartam megoldani, aztán végül is megoldottam. A lávás az nincs még megcsinálva, és ugye itt a középső területet meg a bal alsót, a sivatagit csináltam meg először, utána azt hiszem a vizest. Tehát lényegében H2 maradna talán, ez a nem tudom milyen, és ez a vulkános. De most én előtte szeretném azért magam kicsit boostolgatni mindenféle dologgal. És hát az egyik ilyen, ó, de nagyon jó, ugye elég sok üres üvegem van. Akkor ide mondjuk lehet jönni tündérkéket tölteni. Van még egy üvegcsém, sőt azt hiszem még egy negyedik üvegem is van, ami üres. Ezek azért elég jól jönnek. Alapvetően próbálom elkerülni, hogy kinyírjanak, de ez nem mindig sikerült. És akkor azért elég jól jön, ha ott nem pusztul el az ember. Jó, mindjárt megnézzük a küldetéseket is, csak most nem azt akarnám. Igen, tehát még egy üvegem mindig üres, úgyhogy majd még egy ilyen kis tündérkét össze kell szedni, de hát most ezt próbálnám meg. Remélem itt nem az van, hogy valami olyan tárgyat kell neki adni, ami nekem nincsen. Jó lenne, ha esetleg ez mondjuk pénzért megoldható lenne, mert azt a madarakkal elég sokat farmoltam. Hát ez egy picit cukibb, mint ami a Breath of the Wild-ba volt, mert ott azért ilyen, hát hogy mondjam, elég érdekesek voltak ezek a tündérkék. Na nézzük, mit mond. Na hát elvileg azt mondta, hogy tudja emelni azoknak a tárgyaknak a számát, amennyit viselhetek. Mit fog ezért kérni? Száz rupi? Hát ne szórakozz velem, az ingyen van. Ez iszonyat király lenne, ha ez így ennyi lenne. És ez olyan jó, hogy 25 óra játék alatt nem sikerült megtalálnom, és rájönnöm, hogy esetleg ennek van valami módja, és akkor neten kellett utána néznem, hát ez elég ciki. De nem tudom, valamiért ezt nem feltételeztem, hogy lesznek itt ebben a játékban ilyenek. De vannak. Úgyhogy, hát ennek borzalmasan örülök, és egyébként lehet tőle többet is venni? 300. Nem baj az, nyomassuk, az összes pénzemet elköltöm. Hát ez nagyon király lenne.
ez pazió. Engem nem érdekel, úgy másra nem nagyon kell a pénz. Akkor elvileg jelen pillanatban 3-at fölvehetnék. Már akkor is királyok vagyunk, ha ez a max. Nagyon jó. Nagyon jó. Még esetleg lehet egyet 500-ért? Na léci. Szuper király! Hát komolyan mondom, agyam eldobom, hogy mekkora kretén vagyok. De tényleg, így az indulási területtől tök közel lett volna ez a cucc. Bár nem tudom, hogy kiterjedte idáig ez a legutolsó nagyobb rift. Tehát lehet, hogy azért odáig el kellett menni, hogy ez a kastély felszabadítás. Nem vagyok benne biztos, hogy ez elérhető volt, de simán lehet, hogy 3 perc után ez elérhető. Hát figyelj, ez most beszarás. Tehát jelen pillanatban 4-nél tartunk. Azt se érdekel, hogy 1000-et kérsz érte. Semmi gond. Nyomassuk. Akkor elvileg 5, talán. Ha minden igaz, akkor már 5-nél vagyunk, és feltételezem, ez lesz a maximum. Beszalás. Tehát iszonyatosan idegesítő, hogy ezt miért nem tudtam korábban megtalálni, megszerezni, vagy rájönni. Jó, mindegy. Örüljünk neki, hogy legalább most megvan. És akkor szerintem ez a max. Talán. De én úgy emlékeztem, hogy minthogyha lenne több. Lehet, hogy félreértettem. Azért mondom, nagyon felszínesen néztem meg csak direkt a videót. Hát most ne vicceljünk, már az idők végezetéig fogjuk ezt emelni. Ez most mennyi lesz? 2000? Na, ő nem tud többet. Jó, akkor lehet, hogy azért kell majd más tündérkét keresni. Biztos nem tudsz. Jó. Na, hát figyelj, jaj, nem akartam ezt többször benyomni. Jó, semmi baj, nagyon szépen köszönjük. Elképesztő cuki tetszik lenni. Esetleg másik tündérke valahol. Hát ez döbbenetes. Ez egészen elképesztő, hogy ezt eddig kihagytam. És már csak azért is jó lesz ide néha visszautazni. Mutatom, hogy ez hol van. Mert ugye itt egy gyors utazáspont, és ha ide bemegyünk, 2 töltést tudunk nyomni a ilyen tündérke üvegeknek. Nem tudom, majd valami régebbi videót vissza fogok nézni, nagyjából megpróbálom megállapítani, hogy kiterjedte ide ez a kezdeti rift. Szerintem nem. Tehát szerintem ezt simán megszerezhettem volna korábban. Mindegy, így jártam. Na jó, nézzük, mert a lényeg az, hogy itt a szerko, ugye ezt szeretem, és ott vannak a szoketek. Hát megőrülök, Istenem! És ott van 5 hely. Jaj, nem ezt akartam. Tehát akkor ez megvan. Nagyon jó. Mit szerettem én még? Ugye ez az extra nyersanyaggyűjtés. Akkor volt olyan, ami gyorsúszás. Hát nyilván így is lemondással jár ez a dolog, de azért 5 féle cuccot ebből kiválasztani, az bazi jó. Ezt majd nyilván akkor fölveszem, ha futóhomok területen vagyok. Ezt is esetleg szeles részen, tehát ezek sokkal specifikusabbak. Tehát nyilván azokat fogom fölvenni, ami kb. Állandóan jó. Ez is egy olyan, hogy egyensúlyt segít, na ez például a szíveket fog plusszolni, többet tudunk találni, az kb. Bármikor hasznos lehet, ez meg ugye energy-t. Tehát szerintem kb. Megvagyunk, mindjárt mondom, hogy ez ugye csak keveset, ez meg jobban boostolja a szíveket, úgyhogy köszönjük szépen, és a másik pedig energy-t, igen, ez meg többet. Úgyhogy ezzel így megvagyunk, ez szerintem így nekem teljesen tökéletes. Tehát egy gyorsabb úszást boostol, ez ugye gyorsabban szaladok elvileg és nagyobbat ugrok. Ez sokkal több, vagy jelentősen több szívet tölt, illetve kerít nekünk a pályán, ez energiával teszi ugyanezt, és ez pedig az összes egyéb lootot boostolja. Úgyhogy hát körülbelül ez lett volna a vágyam, hogy így nézzen ki a karakterem. A többi meg specifikus cucc majd, ha ugye ez nem is kell, mert gyengébb, ez se kell, mert gyengébb, és ez valami visszalökés vagy kibillentés, ez szél, ez meg futóhomok ellen véd, ezek meg tök specifikus cuccok, ami nem kell nekem állandóan, úgyhogy ritka nagy marha vagyok, hogy ezt csak most sikerült elérni, és így néz ki a karakter, tehát mindjárt mutatom, hol volt. Ja, ott látszik a sarokba, hogy mennyi a szívecske, meg mennyi mindent haladtam, és ennyi van megnézve a térképről, és ennyi van lepucolva. Úgyhogy ezt nagyon javaslom, hogy mindenki majd próbálok valahogy olyan videócímet adni, hogy ezt mindenki minél hamarabb próbálja meg. És onnantól kezdve, hogy gyűjtögeti ezeket a tárgyakat a terepen, az sokkal hasznosabb tud lenni, mert sokkal többet tudunk használni. És akkor ez most durva, mert gyorsabban úszok, nagyobbat tudok ugrani, és tudom élvezni ezeket a cuccokat, és hát mivel azért szemmel láthatólag ennyi szoket lesz itt összesen, ezért valószínűleg ez a max. Tehát ennyivel azért kedvez nekünk a játék, hogy nem kell 5 tündért megtalálni 5 különböző helyen,
hogy ezeket ki tudjuk maxolni, hanem egy helyen. Lényegében mennyi is volt? Egyszer 100, 300, 500, és azt hiszem 1000, mert ugye 4 szoketet tudtunk venni. Támadsz, te kis görény. Tehát 100 meg 300 az ugye 400, meg 500 az 900, meg még egy 1000-es, tehát lényegében 1900 pénzért az 1-esről az 5-ös szintre fel lehetett maxolni, és még maradt nekem, itt tudom én, 2700 pénzem. Tehát még egyszer javaslom ezeket a madarakat minél előbb, ez is valamelyik videóban benne van régebbiben, és abban ott van, hogy pénzformoló állatka, mert ezek szerintem nagy mértékben hozzájárultak nekem ahhoz, hogy ennyi pénzzel tudok nyomulni, és hogy nem okozott problémát ennek mindnek a megvásárlása. És itt van egy csomó ilyen cucc, még nekiállhatok egy csomó smoothie-t gyártani, meg innentől kezdve akkor elvileg több lesz a loot, ugye, hogy föl tudtam venni állandóra azt a cuccot, azt a távcsövet. Úgyhogy királyság. Na jó, beugrom ide, és akkor megmutatom, hogy kb. Hogy néz ki egy ilyen mini rift. Ezek egyáltalán nem vészesek tényleg, tehát itt jellemzően három dolgot kell megtalálni, aztán most lehet, hogy ez pont szivatós lesz és elbénázom, de főleg így, hoppá, igen, főleg így, hogy már... Úgy, hát azzal barátkozzatok. Ó, hát azért elég jó barátkoznak vele. Nem, hát azért. Hoppá, egy kicsit több energia jött ki. Az igen. Szóval, hogy ezek viszonylag rövidek és viszonylag könnyűek. Gyorsan, egy relatíve kis területen megtalálhatók ezek a gombóckák, és olyan gigamennyiséget nem ad hozzá az összenergiánkhoz, de sok kicsi sokra megy alapon, azért ezzel is érhetünk valamit. Gyorsan végig szaladok, megmutatom, és akkor szerintem egyébként most ebben az epizódban talán ennyi elég, mert jó sokat dumáltam, viszont lehet, hogy annál hasznosabb, hogy... Ó, igen, ezt elszúrtam, na újra vissza. Tehát lehet, hogy annál hasznosabb, hogy amire én nem jöttem rá időben, arra más mozduljon rá időben, mert ez borzasztóan jó, hogyha... Még akkor is akár, mondom, nem tudom, mikor tudunk idejönni, meg fogom majd nézni, illetve szerintem kiírom a képernyőre. Visszanézem majd a videót, hogy másnak ne kelljen majd én megnézem, és kiírom a képernyőre a korábbiakban, tehát elvileg már látszódott, hogy mennyire korán vagy mennyire későn tudunk idejönni, tehát hogy szükséges-e a kastélyt lezúzni ahhoz, vagy azt a részt megcsinálni, vagy sem. De minden esetre minél előbb érdemes ezt a tündérke boostot megejteni, pláne így, hogy igazából egy tündérkéhez elég ellátogatni, és akkor is, ha még nincs 5 tárgyunk, mert idővel gyűjtjük a tárgyakat és szedjük össze őket. Azt hiszem, jelen pillanatban, amit felvettem, az talán mind benne van korábbi videóban. Egyszer-kétszer talán volt, hogy találtam valamit, és akkor azt pont nem csináltam éppen felvételt, tehát ez nem látszódik, de szerintem ezek talán pont benne vannak. Na, itt van 2 gyanús kő, nem is 2, hanem 3. És na, ezt viszont nem tudom megmozdítani, ja, fölfelé. Aha, az egy ilyen gyilkos hal, szuper. Jaj, nem az kéne. Szóval, hogy ha korábban szerezzük meg ezt a tündérke boostot, mintsem, hogy meg lenne annyi tárgyunk, az se probléma, mert gyűjtjük a tárgyakat folyamatosan, és akkor idővel ezt egészen jól tudjuk használni, mintha erre be lehetne úszni, igen. És itt az utolsó, és itt is ki kell emelni egy követ. Ja, nem ártam egy levegőt venni. És például itt is ez van, hogy úgy Isten igazából nem figyeltem, de ugye beszámított ez, hogy én most gyorsabban tudok úszni. Tehát ez mind előny. Úgyhogy ennyi volt. Tehát ezek ilyen pici riftek, tényleg ezeket azért nem fogom feltétlenül mindet megmutatni, mert nincs úgy Isten igazából értelme. Nem is annyira látványos, meg nem is annyira nehéz. Viszont megkapjuk érte a kis minimál boostunkat. És akkor szerintem lehet, hogy az lesz, hogy most már így egy kicsit felvértezve körbe szaladok, és még az egyéb pici rifteket megcsinálom. Ezáltal talán a következő szintre ellép az energia fejlettségünk, és akkor utána, hát ez megint itt látható lesz, igen, hát sajnos ekkorákat lép. Minél magasabb szinten vagyunk lényegében, annál kevesebbet tesz hozzá, mert ugye többet kell elérni a következő szintig, de nyilván mindegyik számít egy kicsikét. És akkor ezeket gyorsan végig darálom, aztán folytatom szerintem a sztori szállat.